Koalíció. Közelebb kerültek egymáshoz az álláspontok a koalícióban a költségvetés kiegészítés kapcsán, ám még maradtak tisztázatlan részletek. A kormány az építőanyag drágulások válságára is megoldást keresett. Oltáskampány. Étkezési utalvánnyal próbálják ösztönözni az embereket, hogy oltassák be magukat koronavírus ellen. A lakosságnak jelenleg mintegy fele még nem rendelkezik immunitással. Kolozsvári Magyar Napok. Több mint 60 helyszín és 250 program várja az érdeklődőket jövő héten. Ezeken azonban csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. Köszöntöm Önöket a híradóban! A költségvetés kiegészítésről tárgyaltak kedden a kormányalkotó pártok képviselői. Noha a felek több pontban is egyességre jutottak, a tervezetről az elkövetkező napokban is folytatódik a vita. A koalíció nagy vonalakban hozzájárulását adta a költségvetés kiigazításhoz, de a tervezet még további megvitatásra szorul, jelentette be a koalíciós ülés után Ludovik Orbán a Nemzeti Liberális Párt elnöke. Bár számokról az egyik fél sem kívánt beszélni, a PNL-i vezetője annyit elárult, hogy a helyi önkormányzatoknak összesen 3 milliárd lejt szánnak. Arról azonban még egyeztetni kell, hogy milyen kritériumok alapján osztják el ezt az összeget. Orbán szerint ugyanakkor szó esett a helyi fejlesztések 3. országos programjának elindításáról is. Tárgyaltunk egy hozzávetőlegesen 50 milliárd leértékű többéves beruházási tervről is, amelynek részleteit sürgősségi rendeletbe foglalja majd a kormány még ebben az évben. A Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett tervet minden fél hajlandó támogatni, tette hozzá a PNL-i elnök. Az ülést követően Florin Kücuk kormányfő arról beszélt, a minisztériumoknak a soron következő költségvetés kiigazításig ismertetniük kell az általa kért reformterveket is. Amennyiben nem állnak elő a reformokkal a soron következő költségvetés kiegészítésig, nem kapnak több pénzt. A fejlesztési tárca vezetője Cseke Attila híradónknak elmondta, a koalíciós ülésen ismertette a helyi fejlesztések országos programjában megvalósítandó terveket, és vázolta, hogy ehhez mekkora pénzügyi keret szükséges. Megegyeztünk, hogy a javasolt 1,8 milliárdos plusz forrás mellé rendelünk forrásokat a következő napokban. Meglátjuk, hogy mennyit sikerül ehhez hozzátenni ahhoz, hogy ez a programnak, ennek a programnak a finanszírozása, amely elsősorban a helyi infrastruktúra fejlődéséről, fejlesztéséről szól, ennek a pénzügyi kerete biztosítva legyen. Az ülés után Dacian Csolos azt mondta, a korábbi tervhez képest lényegesen módosult az egészségügyi, illetve a közlekedésügyi tárcának szánt pénzügyi keret, amivel egyelőre elégedett az Úszeré Plusz Szövetség. Kitért azonban a koalíció által felvállalt reformintézkedésekre, amelyek szerinte megengedhetetlenül sokat késnek. Szükség van minden egyes minisztérium tevékenységének a kiértékelésére, de el kell mondanom, hogy a kormányprogramban vállalt számos fontos intézkedés közül több is várat magára, ezeken egy helyben topogunk. Például a különleges nyugdíjak eltörlése, a helyi közigazgatás politika mentesítése és az igazságszolgáltatásban dolgozók bűncselekményeit kivizsgáló speciális ügyészség felszámolása kapcsán. Ez 3 fontos kérdés, és remélem, hogy a belső kampányok lejártával ősztől felvállaljuk ezeket az intézkedéseket. Csolos ezzel arra utalt, hogy szeptemberben mind a Nemzeti Liberális Párt, mint az Úszeré Plusz Szövetség tisztújító kongresszus tart, és a belső választási kampányok elvonják a figyelmet a kormányzati munkától. Hosszú távú megoldást talált a kormány a Fejlesztési Minisztérium javaslatára az építkezési alapanyagok drágulása miatt okozott gondokra. Erről sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a Kücuk kabinet. Országos viszonylatban számos kivitelezőnek óriási gondot okozott az építkezési anyagok árának növekedése. Példaként, ha egy útfelújítást egy cég 1 millió lejből vállalt, ezt már nem tudja tartani, mivel időközben az alapanyagok ára 30%-kal drágult, így a munka veszteségessé válik.
Nem meglepetés tehát, hogy számos helyszínen szünetel a munka. A Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium a helyzet orvoslása érdekében tervezetet dolgozott ki. Ezen túl bármikor, amikor jelentős növekedés, illetve csökkenés áll be az építkezési alapanyagok árában, akkor a szerződéseket a közfinanszírozásból finanszírozott szerződéseknél a számlák benyújtásakor ezeket a szükségleteket pluszba vagy mínuszba meg lehet jeleníteni a számlán, illetve a kifizetésben. A tervezetet a mai kormányülésen már napirendre is tűzték. Florin Kücsú kormányfő elragadtatva nyilatkozott a kormányhatározatról. Európai Uniós szinten ez az első ilyen jellegű rendelet, és rendkívül fontos, mert ragaszkodtunk ahhoz, hogy a rendelet szabályozza úgy az árak növekedése, mint a csökkenés esetén a tennivalókat. Tehát, ha nőnek az árak, ha pedig csökkennek, a szerződést ez alapján lehet módosítani. Ezentúl a benyújtott számlák esetében nem a szerződésben előre leszögezett alapanyagárat, hanem a statisztikai hivatal által megállapított növekedési arány figyelembevételével kiszámított árat számolják el. Többletköltség esetén országos finanszírozású programoknál az önkormányzatok a szaktárcához fordulhatnak további finanszírozásért. Fokozott odafigyelést szorgalmaz Táncosban a környezetvédelmi miniszter a romániai erdőtüzek megelőzése érdekében. A kánikula miatt nem zárható ki, hogy ilyenek Romániában is bekövetkezzenek. Táncos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter kedden arra figyelmeztette a hatóságokat, hogy az elkövetkező időszak időjárás előrejelzéseit figyelembe véve cselekve minél szigorúbb intézkedéseket az erdőtüzek megelőzésére, és technikailag álljanak készen, ha ezek mégis bekövetkeznek. Híradónknak elmondta, sajnos Romániát is legalább annyira veszélyeztetik erdőtüzek, mint Görögországot vagy más kritikus helyzetben lévő országokat. Olyan tarlóégetések folynak, amelyeknek következtében erdők, házak, lakó negyedek kerülnek veszélybe. És arra szólítottuk fel a prefektúrákat, az erdőgazdálkodókat, a romszilva szakembereit, a magánerdészetek szakembereit, hogy fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a tüzek megfelelőképpen vannak eloltva az erdő közelében, hogy meggátolják a tarlóéget és meggátolják a száraz avar égetését ebben a periódusban, és folyamatosan figyeljenek arra, hogy az ilyen tevékenységek ne hozzák veszélybe, ne veszélyeztessék az erdőket. Hozzátette, fontos tudatosítani azt, hogy a megelőzés nem csak a környezetvédelmi minisztérium dolga, hanem minden egyes állampolgárnak elővigyázatosnak kell lennie. Az idén 487 esetben fogott tüzet a növényzet, ezeket legtöbbször a rétek, legelők, tarlók csapadékmentes napokon való szándékos meggyújtása okozta. Az ilyen tüzek a helyi széllökések következtében ellenőrizhetetlenné válhatnak, a gyújtogató kilétére pedig a legtöbb esetben nem derül fény. Elismerte Florin Kőcú kormányfő, hogy több mint 20 évvel ezelőtt egyetemi hallgató korában két napra fogdába zárták és megbírságolták az Egyesült Államokban a hatóságok ittas vezetésért. A miniszterelnököt a mai kormányülés után szembesítették az újságírók az értesüléssel. Kőcú elmondta, egy 20 éve történt hibáról van szó, a bírság kifizetéséhez az autóját is el kellett adnia. Gondolhatják, az ilyesmire nem büszke az ember, de hát ez van, jegyezte meg Kücsú. Lassú ütemben, de folyamatosan növekszik a koronavírusos fertőzések száma Romániában, közölte Valériu Gheorghiță. Az országos oltáskampány koordinátora szerint ez aggodalomra ad okot, hiszen Romániában jelenleg mintegy 50%-ra tehető azok aránya, akiknek nincs védettsége a koronavírussal szemben. Az elmúlt két hétben igazolt új koronavírusos esetek 81,5%-ában olyan személyek fertőzöttek meg, akik nincsenek beoltva. A halálos áldozatok 92,6%-a szintén immunizálatlan beteg volt, közölte Valériu Gheorghiță, az oltáskampány koordinátora. A vírus új variánsa mindenek előtt a 40 év alattiak körében terjed. Csökkenő tendenciát mutat, a fertőzöttek átlagéletkora az elmúlt két hétben 43 év volt, de a halálos áldozatok átlagéletkora szintén csökkenőben van. Kötelező módon fel kell gyorsítani az oltáskampányt Romániában, hiszen a lakosság felének semmiféle immunitása nincs a koronavírussal szemben, fogalmazott a katonaorvos. Trecere prin boală, trecere prin vaccinare, probabil că ne apropiem undeva de 50% la acest moment. Mintegy 50%-ra tehető azoknak az aránya, akik az oltás vagy COVID-19-ből való felgyógyulás
elindulás révén védettséget szereztek a koronavírussal szemben. Ennek köszönhetően minden bizonnyal visszaszorul a kórházi kezelést igénylő súlyos esetek, illetve a koronavírus okozta elhalálozások száma. Ugyanakkor azonban meg kell értenünk, hogy jelenleg a lakosság másik 50%-ának nincs semmiféle immunitása. Éppen ezért a célunk az, hogy növeljük a beoltottak számát. Az oltáskampány koordinátora szerint az már nem kérdés, hogy érkezik-e a járvány negyedik hulláma, hisz a nyakunkon van. Hozzátette viszont, hogy annak ellenére, hogy nő az új megbetegedések száma, Romániában más európai országokhoz viszonyítva még stabil a helyzet. Étkezési utalványok biztosításával próbálja rávenni a kormány a bizonytalan állampolgárokat, hogy oltassák be magukat koronavírus ellen. Joanna Mihail, egészségügyi miniszter szerint erről a koalícióban született egyesség. Étkezési utalványt kapnak azok, akik beoltatják magukat koronavírus ellen. Erről kedden állapodtak meg a koalíciós pártok, hangsúlyozta az egészségügyi tárca vezetője. A javaslat értelmében hozzávetőlegesen egy 100 legértékű étkezési utalványt kapnak azok, akik beoltatják magukat két dózissal a Pfizer vakcinából, illetve egy adaggal a Johnson & Johnson oltásból. Hozzátette, mérlegelik egy úgynevezett oltás lottó szervezésének lehetőségét is, ugyancsak az oltási kedv növelése érdekében. Az elképzelés szerint ezen azok vehetnének részt, akik már be vannak oltva koronavírus ellen. Florin Kocu miniszterelnök szerint a két programra mintegy 50 millió lejt különítene el az általa vezetett kabinet. Románia nem az első olyan állam lenne, amely anyagi ösztönzést vezetne be az oltás ösztönzésére, de korábban Florin Kocu miniszterelnök nem támogatta ezt az ötletet. Miután azonban az ország az utolsó helyen áll az Európai Unióban átoltott tekintetében, amely alig közelít a 30%-hoz, már ő sem ellenzi a javaslatot. Előzmény nélküli hőhullámok, árvizek, városi szuperviharok és erdőtüzek fenyegetik az emberiséget a felgyorsult globális felmelegedés miatt, ezért a döntéshozóknak azonnal cselekedniük kell, olvasható az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének jelentésében. Több ezer oldalas dokumentumot tett közzé az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, amelyben összefoglalták. Az emberiség romboló hatással van az éghajlatra, és olyan mértékű klímaváltozásra, mint amilyen most történik, évezredek óta nem volt példa. You've been telling us for over 3 decades of the dangers of allowing the planet to warm. A testület már több évtizede elővigyázatosságra int a globális felmelegedés kapcsán. A világ meghallgatta, de nem értette meg. A világ meghallgatta, de nem tett semmit ellene. Ennek eredményeként az éghajlatváltozás most egy nagy probléma. Várhatóan a globális felmelegedés mértéke 2030-ig meghaladja kritikusnak tartott szintet. A földfelszín melegedése pedig akkor is folytatódni fog legalább 2050-ig, ha az emberiség jelentősen csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, vélik a szakértők. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter híradónknak elmondta, ahhoz, hogy a problémát orvosolni tudjuk, közös politikai döntésekre van szükség. Természetesen, hogy ez lefordítva a hétköznapi ember a mi nyelvünkre, azt jelenti, hogy jobban kell vigyázni arra, hogy milyen széndioxid kibocsátással rendelkezik az ország, mit jelent az ipar széndioxid kibocsátás szempontjából, mit jelent az energiatermelés széndioxid kibocsátás szempontjából, milyen programokat finanszíroznak a minisztériumok, a szaktárcák, az országok ahhoz, hogy csökkentsük folyamatosan a széndioxid kibocsátás és a káros gáz kibocsátását a környezetben. A globális felmelegedés hatásait ezekben a napokban is a saját bőrén érzi a föld lakossága. Tűzvész pusztít az Egyesült Államokban, Görögországban és Törökországban, de nem feledkezhetünk meg a néhány hete óriási károkat okozó árvizekről sem, Németországban, Belgiumban és Kína területén. Magyarország egyik legnagyobb rendezvénye, a debreceni Virágkarnevál újra ellátogat Bihar megyébe. A Párcium Alapítványnak köszönhetően az augusztus 20-ai debreceni felvonulást követően Nagyváradon, illetve Bihar megye több településén is megtekinthető lesz a karnevál néhány feldíszített virágkocsija. Az augusztus 20-ai debreceni virágkarnevált követően immár 16. alkalommal csodálhatják meg Bihar megyében is a karnevál néhány feldíszített virágkocsiját. A szervezők az elmúlt években igyekeztek folyamatosan bővíteni az útvonalat, így Nagyvárad mellett az Érmellék 3 településére, Bihardiószegre, Székelyhídra és Érmihályfalvára is sikerült eljutatni a virágkompozíciókat. A feldíszített virágkocsikból álló karaván ez alkalommal Nagyvárad,
Váradról Székelyhíd irányába indul, majd egy rövid Szentjobbi megállót követően érkeznek meg az idei év célállomására Szalárdra. Múlt héten írtuk alá a partner, illetve a bérleti szerződést a debreceni Phoenix rendezvényszervező Kft. Vezetőségével. Ez azt jelenti, hogy nyilván augusztus 20-án meg lesz tartva Debrecenben a hagyományos virágkarnevál, ezt követően pedig szintén már hagyományosan Nagyváradra érkezik három virágkocsi, és negyedik éve már, hogy ezt a programot kibővítettük megyei szintre is. Az elmúlt évek hagyományához híven minden nagyobb településen 30 percet állnak majd a virágkocsik, hogy minél többen láthassák és fotózhassák az alkotásokat. Az ünnepi menetben a Szent Koronát ábrázoló alkotás mellett még két virágkocsi vonul majd fel. A korábbi évekhez képest kevesebb, mint egy 400 táborozóval rajtolt el a csíksomlyói ifjúsági találkozó. A gyulafehérvári főegyházmegyei ifjúsági főlelkészség által szervezett ötnapos táborban az előadások mellett kis csoportos tevékenységeken vehetnek részt a fiatalok. Arra kérlek titeket, hogy álljatok négy fős csoportba, és guggoljatok le. Csoportos játékkal kezdődött a CSIT hivatalos megnyitója a Csíksomlyón. A fiataloknak előbb négy fős, majd 7 és 14 fős csoportokba kellett szerveződniük, és közösen kellett megfejteniük egy feladatot. A csoportok által megfejtett szavakat, mondatrészeket felkiáltással fűzték mondatba. Így a tábor összes résztvevője közösen skandálta a találkozó himnuszát. Az összerakott himnusz szövegét a táborzenekara el is játszotta a megnyitón. A CSIT céljai között a közös munkát, a csapatban való dolgozást, az ismerkedést is megjelölték a szervezők. Egyik ilyen vágyom azt hiszem ez, hogy a propinzre váltsuk lehetőleg a CSIT-nek a mottóját, a vezérgondolatát, ami az életre vezet, és a fiatalok ezt érezzék meg, ezt tapasztalják meg, legyen egy élményük egymással és Istennel. Több mint 15 féle műhely munka lesz délutánonként. Én ezt találom talán a legérdekesebbnek, hogy lehet nézelődni, hogy most az ember egy előadáson venne részt szívesebben, vagy inkább egyet focizna, szeretne kézműveskedni, vagy valami csapatjátékba venne részt. Az idei mottót Máté evangéliumából választották, ami életre vezet. A szervezők és résztvevők szeretnék azt keresni, ami a ma emberének utat mutat. Ez egy keresztény találkozó, egy tábornak is mondhatnánk, ahol próbálunk Jóistenre figyelni, ugyanakkor a találkozás is nagyon fontos, hogy megismerjünk új embereket, együtt tudjunk szórakozni, és a nyarunk legyen egy ilyen táboros hangulata. A csíksomlyói ifjúsági találkozót 2011-től szervezi a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség. Az elsőt Gyergyószent Miklóson tartották, a többit Csíksomlyón szervezték 5-700 résztvevővel. Több mint 60 helyszínen 250 programmal várják az érdeklődőket a 12. kolozsvári Magyar Napokra, az erdélyiek egyik legnagyobb rendezvénysorozatára, jelentették be ma is sajtótájékoztatójukon a szervezők. A járvány miatt nagy kihívás volt az esemény megszervezése, de bíznak benne, hogy a korlátozások ellenére nagy lesz az érdeklődés. Bár a hivatalos megnyitó csak augusztus 17-én lesz, egy nappal korábban kiállítás megnyitóval veszi kezdetét a 12. kolozsvári Magyar Napok. Mai sajtótájékoztatójukon a szervezők emlékeztettek, hogy valamennyi rendezvényen védettségi igazolás szükséges, a nyitógálán pedig kizárólag oltási igazolvánnyal lehet részt venni. A belépéshez szükséges karszalagot hétfőtől lehet igényelni. Akik negatív teszttel érkeznek a rendezvényre, minden programponthoz való belépésnél fel kell azt mutatniuk. Az érdeklődőket arra kérik, hogy minimum fél órával korábban érkezzenek meg a programokra. Jóval nagyobb számú közönséget tudunk beengedni mindenhova, aminek nagyon örvendünk. Ugyanakkor egy csomó olyan plusz feladatot ró ez a szervezőkre, aminek a megoldása azt kell mondanom, hogy igazán komoly kihívás, kezdve a beléptetéstől, kezdve az igazolás, a különböző igazolványok leellenőrzéséig. De hát itt a törvényi keret is, jogszabályi keret is folyamatosan változott.
Hozzátette, sikerült a kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő programokat is visszacsempészni a tavalyi Csonka rendezvény után. Összesen napi 70-80 programra lehet számítani a város különböző helyszínein. Szerdától nyílnak a kültéri helyszínek is, a Főtér, Farkas utca, Bor utca, mindenki kedvence visszatér idén, hála Istennek, és a Bánfi Palota udvara is egy ilyen központi helyszín lesz. Az augusztus 16-22-e közötti időszakban közel 280 programra várjuk az érdeklődőket. A rendezvénysorozat részletes programja a Kolozsvári Magyar Napok honlapján érhető el, de működni fog a KMN TV is, amelyen keresztül élőben közvetítik a programokat azok számára, akik személyesen nem tudnak részt venni az eseményen. Jégkorong és futófesztivál, sporttal folytatjuk. Végleges döntés született a brassói Korona jégkorong csapat Erste Ligában való szereplése kapcsán. A Magyar Jégkorong Szövetség keddi tájékoztatása alapján Brassó nem vehet részt a Jégkorong Erste Liga 2021-2022-es idényében. A szövetség elsöprő többséggel elutasította a Korona által a határidők lejárta után benyújtott méltányossági kérelmet. A liga arról számolt be, hogy a legutóbbi szezon döntősen nem adott be érvényes nevezést a magyar szervezésű bajnokság szeptemberben kezdődő idényére, ezért nem engedélyezhetik szereplésüket. Hozzátették, a cenk alatti csapat az elmúlt hónapokban egyetlen határidőt sem tartott be. A döntés nyomán az Erste Ligában 10 csapat fog szerepelni, köztük két erdélyi, a Csíkszeredai Sportklub, illetve a Gyergyói Hoki Klub. Utóbbiak indulását azonban azt teszi kérdésessé, hogy a Román Szövetség csak 3-as csomagban engedélyezte a klubok részvételét a magyar szervezésű sorozatban. Aszfalt és terepfutókat, hosszú távot kedvelőket és kevesebbre vállalkozókat, nappali és éjszakai versenyre jelentkezőket egyaránt várnak az első alkalommal megszervezett Csíkszeredai Futófesztiválra, amelyre szeptember 17-én és 18-án kerül sor. Elrajtul egy tavalyi csíki futóverseny. A futók, akár csak az idei versenyre érkezők, rendkívül szép tájat, környezetet kapnak cserébe fáradozásukért. Ha Csíkszeredára gondolunk, akkor eszünkbe jut a Mikóvár, eszünkbe jut a Jégcsarnok, eszünkbe jut a Ferences Kolostor, de eszünkbe jut Csíkdelne is, ahol Császárszeg megjárta magát, vagy éppenséggel a Somlyói kilátó. Vagyis az a tér, ahol érdemes olyan futófesztivált szervezni, ahol éjjel-fej lámpával terepen, vagy nappal maraton, félmaraton, családi távot, vagy éppenséggel maraton stafétában leszaladt barátokkal, ismerősökkel. A Csíkszeredai önkormányzat által idén először szervezett futófesztivál útvonala a város nevezetesebb pontjai mellett a közeli látnivalókat is érinti. A szeptember 3. hétvégére tervezett versenyeken kezdő futók ugyanúgy találnak kedvükre valót, mint akik már képesek a hosszabb távokra is. Mindenkit várunk szeretettel, aki szeret futni, lesz maraton, félmaraton és maratonváltó, tehát utcai verseny is lesz, és ami egy újfajta verseny itt a környékünkön lesz, éjszakai terepfutás. A regisztrálás már elkezdődött, az érdeklődők a runningfesztivál.ro címen nevezhetnek. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.